138 új korszerű környezetbarát bölcsőde építésének tervét hagyta jóvá a Fejlesztési Minisztérium. A miniszteri rendelet értelmében várhatóan jövő év elején köthetik meg az első építkezési szerződéseket, és elkezdődhetnek a munkálatok. 138 korszerű, környezetbarát bölcsőde építését hagyta jóvá a fejlesztési miniszter. Jelenleg 386 állami bölcsőde működik Romániában. A mostani rendelet minden megyei jogú városban egy bölcsőde építését hagyja jóvá, illetve kettőt ott, ahol a lakosok száma meghaladja a 100 000-et. A 138 bölcsőde építési tervből, illetve jóvá hagyott helyszínből 47 esetében az adott fázishoz megfelelő dokumentáció az önkormányzatnak megvan, ami azt jelenti, hogy a következő hetekben indulhat a közbeszerzés is, míg 91 beruházás esetében hiánypótló dokumentációt kérünk, illetve várunk az önkormányzatoktól. A szükséges finanszírozást a szaktárca saját forrásból biztosítja, de a helyreállítási alapban és 110 energiatakarékos bölcsőde megépítésére különítettek el forrásokat. A miniszter hangsúlyozta, a kérelmeket a továbbiakban is iktatni lehet, ezért minden önkormányzatot arra bíztat, tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy minél több új bölcsőde épüljön országszerte.